Szervusztok! Most egy kis sorozatban szeretném bemutatni Wales-t és a walesi nyelvet. És remélem, hogy magyarokat is érdekli. Voltak, akik már szóltak, hogy érdekli őket, de remélem, hogy nem lesz túl bonyolult. Beszélek a nyelvről, beszélek a területről, az emberekről, a népről, mindenféléről, ami esetleg a magyarok nem tudnak, és azért remélem, hogy ezután többet fogtok tudni erről a témáról. Kezdjünk bele! Most szeretnék valamit beszélni a walesi nyelvről. Többen kérdezik tőlem, mikor megemlítem, hogy tudok walesil beszélni, hogy hát az olyan, mint az angol, vagy az angol dialektus, és nem az. Igaz, hogy sok walesi ember angolul beszél tájszólással, és akkor van walesi tájszólása is, vagy több walesi tájszólás, de szintén létezik az eredeti walesi nyelv, ami a kelta nyelvekhez tartozik, és az még él. Akkor nézzük ezt a nyelvet. A walesi nyelv, a walesi neve Yr Iaith Gymraeg. Rokonsággal kapcsolatban ez indo-európai nyelv, azért az indo-európai nyelv családhoz tartozik, úgy, mint a Európában a legtöbb nyelv. Persze magyar a kivétel, egyik kivétel. Na, a walesi a kentumághoz tartozik, van a kentum és a szatem ág, az egy más kérdés. Abból az, hogy hogyan mondjuk, hogy száz azon a nyelven is, és azok a nyelvek, amik ebből kifejlődtek. Utána az tovább megy az italo-kelta irányban. Itáliai nyelvek azért a latin alapú nyelvek és a kelta nyelvek elég közel rokonságban álltak, mondjuk 2000 évvel ezelőtt, most már nem annyira látszik a hasonlóság, csak bizonyos szavakban. Ezen a képen látjuk, hogy régebben sokkal több kelta nyelv létezett, mint most, és nagyon elterjedt nyelvcsalád volt Európában. Ezen a térképen látszik talán a legnagyobb terjedettsége. Ott látjuk, hogy a mai Törökországban is van egy világos zöld folt. Ott éltek a Bibliában szereplő galaták, bár kétféle módon lehet a galácia fogalmat megérteni, de ez megint egy másik kérdés. De egész Közép-Európában, meg ott a Spanyolország, Portugália területén is voltak kelták. De ha nézzük egészen nyugaton, azok a sötét kék foltok, csak azokon a területeken beszélik a kelta nyelveket manapság. És akkor a kelta nyelveken belül van két fő ág, a Q-kelta és a P-kelta. Voltak szavak, amely eredetileg Q betűvel ejtették, és ez bizonyos nyelveknél átváltozott P hanggá. Egy példa lenne a fej szó, a fej, az embernek a feje, walesiül pen, és írül ken. Akkor ez direkt látszik, akkor ez a különbség a Q vagy a K és a P között. A Q-kelta nyelvekhez tartoznak az ír, a Scots Gael és a Manx nyelvek. Saját nyelvükön azt mondjuk az írt, hogy Gaeltacht, a skótot Gaelic, és a Manx Gaelg. Aztán van a P-kelta ágazat, amiben van a walesi, a breton és a corni. Walesi, walesiül Cymraeg, a breton saját nyelvén Brezhoneg, és a cornwalli, vagy a corni, az Cornuaigh. Ezek közül az ír, a skót, a walesi és a breton még élő nyelvek. A Manx nyelvnek az utolsó anyanyelvű beszélője 1970
vagy 70 után halt meg, de azóta felújították. A Cornwall az talán még régebben halt ki, talán a 18. században, de azt is felújították, és állítólag van már 300 ember, aki teljesen folyékonyan beszéli a Cornwalli nyelvet. Ha nézzük ezeknek a nyelveknek a neveit walesi nyelven, indo-európai nyelvek, az Yathois Indo-Europeais. A kelta nyelvek Yathois Keltais. A Kúkelta neve az Goideleg, az ír az Guizeleg, skót Gaeleg és manx Manaweg. Pékelta azok a Yathois Brythoneg, és azon belül a Walesi az Cymraeg. A Breton az Shadaweg, na, azt látjuk, hogy teljesen más a neve. Brittánynak a neve Walesiul Shadow, és a nyelvnek a neve Shadaweg. Aztán Cornwall az Kerneu, és a nyelv Kerneweg. És most nézzük, hogy hol és hányan beszélik a kelta nyelveket. Ezen a térképen látjuk, hogy a manapság a kelta nyelveket, főleg a brit szigeteken beszélik, valamint Bretagne-ban, ami Franciaországnak egy része. Látjuk a csíkos részeket, ahol kevesebb beszélő van, és a szilárd részeket, ahol több van. Akkor a zöld az az ír nyelv, sárga a manx, sötét kék az a gael, fekete az a breton lenne, a lila a kerni, és a vörös az a walesi. Nézzük a számokat, akkor ezek csak hozzávető számok, és azt hiszem ezek anyanyelvűekre vonatkoznak, kicsit nehéz volt megérteni a táblázatot, de akkor az ír anyanyelvűnek a száma az 80 ezer. Aztán 60 ezer gael anyanyelvű beszélő van, és a manx nyelvnek az anyanyelvű beszélő az csak 100. Azt hiszem azért van ez olyan kicsi, mert már megmondtam, hogy ez a nyelv kihalt, és újraélesztették, és akkor valószínűleg azokra vonatkozik, akik úgy neveltek, hogy anyanyelvű legyen. A szülei valószínűleg megtanulták a nyelvet, és használják otthon, és a gyerekek most anyanyelvű szinten beszélnek a manx nyelvet. Ezek a ugye a Q-kelta nyelvek. A P-kelta nyelvek kicsit jobban járnak ahhoz képest, hogy hány anyanyelvű van. A Bretonnak 200 ezer, a Corni 300, és az ugyanúgy, mint a Manx, az egy kihalt nyelv, újraélesztették, és most anyanyelvűek is vannak. Ha valakit érdekel egyébként, hogy mi ezeknek a nyelveknek a hangzása, akkor egy korábbi videóban én összegyűjtöttem a nyelveket, amelyeket a brit szigeteken beszélnek, és akkor benne vannak a kelta nyelvek is, kivéve a breton, mert ugye ez Franciaországban beszélik, de linket adok a leírásban, ha valaki akarja megnézni. Na, a walesi, a térképen látjuk itt, hogy ez Wales térképe, és ahol minél sötétebb a szín, annál több az anyanyelvű walesi, és nagyobb százalékban vannak jelen. Wales lakossága az körülbelül 3 millió, és abból 500 ezer anyanyelvű walesi van. És a másik hely, ahol beszélik a walesi nyelvet, az a gyarmat, walesi gyarmat Patagóniában, az Argentínában, és ott még mindig 5000-en beszélik a walesi nyelvet. Köszönöm szépen a figyelmet, majd a következő videóban folytatjuk a kiejtéssel.